Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Túra baleset. Egy szikláról lezuhant turistához riasztották a tűzoltókat Harkán. Megkezdődött a szüret. Elsőként a magyar nemesítésű Irsai Olivér kerül a hordókba. Liszt Ferenc kerékpártúra. 20. alkalommal rendezik meg a határokon átívelő eseményt. Súlyos sérüléseket szenvedett az a férfi, aki lezuhant egy szikláról Harkán. A soproni hivatásos és a harkai önkéntes tűzoltók lehozták a bajba jutott túrázót, és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A híradónknak nyilatkozó túravezető szerint, ha hosszabb kirándulást tervezünk, érdemes előzetesen tájékozódni a terepviszonyokról. Egy ehhez hasonló sziklás területre riasztották a harkai tűzoltókat a közelmúltban. Az egyesület 3 fővel vonult a helyszínre, és a jó helyismeretnek köszönhetően gyorsan megtalálták a bajba jutott túrázót. A mentőszolgálat munkatársai nem tudták megközelíteni a sérültet, ezért kérték a tűzoltók segítségét. Mentés irányításunk a bejelentővel folyamatosan telefonos kapcsolatot tartva, a helyszín pontosítása közben azonnal egy esett kocsit riasztott, a baleset következtében egy fiúgyermek súlyos nyílt végtagtörést és testszerfezúzódásukat szenvedett. Nehezen megközelíthető helyen a soproni hivatásos és a harkai önkéntes tűzoltók segítségével fájdalomcsillapítás és teljes teströgzítés után a sérültet a helyszínről kimentettük, majd stabil állapotban kórházba szállítottuk. Csillag Zoltán hozzátette, ezekben az esetekben a pontos tájékoztatás és a megfelelő helyismeret rendkívül fontos. Mindenképpen javasoljuk az esemény bejelentőnek, hogy az irányító csoporttal minden esetben maradjon vonalba, ne tegye le a telefonját, törekedjen arra, hogy egy olyan helyről telefonáljon, ahol van térerő, illetve hogy a mentőerőknek, illetve a tűzoltóságnak a helyszínre jutását megkönnyítse. Nyilván, ha helyismerettel rendelkezik, akkor könnyebben oda tudja vezetni a bajba jutotthoz a bajtársaimat, kollégáimat. Ha meg nem, akkor próbáljon egy olyan közúti kapcsolatot keresni, ahol a mentőautóval meg tudjuk közelíteni a helyszínt. Sáros Viktor szerint a biztonságos viselkedés szabályainak a betartása a hegyekben kiemelten fontos. Mielőtt útra indulunk, érdemes valakit tájékoztatni az úti célunkról és az útvonalról. Előfordulhat ugyanis, hogy olyan baleset ér minket, amely után nem lesz lehetőségünk segítséget hívni. Magyarázza a túravezető. Az embereket mindig hajtja a kíváncsiság, hogy szeretnének egy olyan helyre eljutni, ahol ők még nem jártak, vagy más nem járt, vagy szeretnének valahol egy különleges fotót készíteni magukról, családjukról, és gyakran merészkednek így olyan terepre, ahol még korábban nem jártak, és számukra ez esetleg ismeretlen veszélyeket rejthet, akár így megcsúszhatunk egy kőgörgeteges sziklán. Szóval főleg a sziklákon mindig lemosódik a talaj, nincsenek növények, nincsenek olyan gyökerek, amik össze tudnák tartani a lábunk alatt a talajt, és ezen a kőgörgetegen nagyon könnyen egy pillanat alatt le lehet csúszni. Nem véletlenül, hogy az ehhez hasonló, vagy ilyen terepen épült úgynevezett vasalt utak, via ferráták, azok csak is kizárólag biztosító berendezésekkel, hevederekkel, karabinerekkel, sisakokkal látogathatók. Egyébként ilyen Sopronban pont nincs, de a környéken találunk, hogyha keresünk ilyen hegyi kalandokat. A szakember hozzátette, hogy mindig tartózkodjunk a kijelölt turistautakon, mivel azok úgy vannak kijelölve, hogy mi a lehető legbiztonságosabban túrázhassunk a hegyekben. Megkezdődött az idei szüret. A hagyományoknak megfelelően az Irsai Olivér szőlőfajtával indul a szedés. A borászok szerint a csapadékos időjárás miatt idén a vártnál kevesebb szőlőt tudnak begyűjteni. Kis pöttyök vannak rajta, és olyan már sárgás színű, akkor mindenképpen éretnek tekinthető. Egy érett szőlőfürtöt mutat Tasner Kurt. A borász azt mondja, a tavalyihoz képest 9 nappal később kezdte el az Irsai Olivér szüretét. A szőlőt nem kézzel, hanem géppel szüretelik, amely a szakértők szerint hatékonyabb, gyorsabb és olcsóbb megoldás.
gépi szürettel szedjük a szőlőt, most már több mint 10 éve nincs elegendő munkaerő, illetve ami van, az is már roppant drága, meg hát hozzá kell tennem, hogy a nagyon fontos, hogy gyorsan fel tudjuk dolgozni a szőlőt, a gép sokkal, de sokkal gyorsabban tudja szedni a szőlőt, mint az emberi munkaerő, és így sokkal hamarabb be tudjuk szállítani. Most hajnal van, vagy ha nincs már annyira hajnal, de most a hideg szőlőt be tudjuk vinni a szőlő a pincébe, és azonnal elkezdődik a préselése. Bár a csapadék jót tesz a szőlőnek, idén valószínűleg a vártnál mégis kevesebb szőlőt tudnak begyűjteni az eső miatt, árulta el a szakember. Roppant érdekes a dolog, mert ugye most egy-két órája szedjük a szőlőt, 2-3 órája, és úgy tűnik, hogy kevesebb lesz rajta. Egy olyan 10-20-30% attól függ, hogy ültetvényen belül is. Szerintem ennek az az oka inkább, hogy amikor esett, tehát akkor is tett este, amikor nem kellett volna, ugyanis virágzáskor vannak olyan fajták, amikor a virágzáskor az eső megzavarja, hogy úgy fogalmazok a virágzás, és ezért nem lesz annyi fürtajt, nem úgy kötődik, nem lesz annyi bogyó rajta, hogy szokták mondani. Ugyanakkor meg nagy szükség volt a csapadékra, hiszen mínuszban voltunk, tehát szükség volt a sok-sok esőre. A borászok azt remélik, hogy a szüret befejezéséig már nem esik több eső. Az Irsai Olivér egy 1930-ban nemesített szőlőfajta, amelyet a Csaba gyöngye és a pozsonyi fehér szőlőfajták keresztezéséből alkottak meg. A fajta jelenleg Magyarország egyik legkedveltebb szőlőfajtája. Lágy fehér bor, emellett pálinka készíthető belőle. Idén nyáron is a tengerparti üdülőhelyek számítottak a legnépszerűbb úti célnak a soproniak körében. Aki itthon keresett szállást, az a nagyobb tavak vagy gyógyfürdők mellett döntött a szakember szerint. Az utószezonra már most telítődnek a helyek. Nagy forgalmú szezon végéhez közeledik ez a helyi utazási iroda. A nyaralók körében a belföldi és külföldi úti célok is egyaránt népszerűek voltak, főként Görögország, Törökország és Ciprus. Az őszi-téli időszakra sokan érdeklődnek a csoportos, idegenvezetővel kísért utazások iránt. Vannak olyan utazások, amelyre már hónapokkal ezelőtt nincsen, illetve betelt. Ezért mindenképpen szeretném javasolni, hogyha valaki az őszi időszakra vagy a téli időszakra szeretne ilyen utazásokra foglalni, akkor az már most kezdje el a nézegetést és az intézkedést, illetve a megrendeléseket. Ugyanez vonatkozik az őszi szünet időszakára is, akár nyaralásokat tekintve is. Mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, hogy azokra az utakra már nagyon fogynak a helyek, tehát érdemes már most jelentkezni, hogyha még valaki nem választotta ki, hogy hova szeretne elmenni az őszi szünet időszakában. Az őszi-téli időszakban is jellemző, hogy az utazni vágyok olyan desztinációkat választanak, ahol meleg van és fürdőzni lehet. Ilyen például Egyiptom vagy a Kanári-szigetek, de Dubái is népszerű az utazók körében. Felhívnám az utasoknak a figyelmét, az egzotikus úti célok esetében mindenképpen nézzék meg, főleg, hogyha nem utazási irodán keresztül foglalnak utat, mindenképpen nézzék meg és ellenőrizzék az adott országba történő beutazás szabályait a konzuli oldalakon. Kell-e vízum az adott országba történő beutazáshoz? Szükség van-e regisztrációra? A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjunk az adott ország kultúrájáról, szokásairól. Az utasbiztosítás megkötése elengedhetetlen feltétele a külföldi utazásnak. Súlyos gerinc problémákhoz vezethet a túlzott mértékű telefonozás és a számítógép előtti ülés. Erre hívja fel a figyelmet az ortopéd szakorvos. A szakember szerint a készülékek tudatos használatával, valamint a rendszeres testmozgással a problémák kialakulása megelőzhető. Ügyintézés, hírolvasás, üzenetváltás. A legtöbb hasonló tevékenységet már a mobiltelefonon keresztül is elvégezhetjük. A túlzott mértékű használata azonban hatással lehet az egészségre. Károsíthatja a szemet, függőséget okozhat, rontja az alvás minőségét, de ízületi fájdalmakat is okozhat. Dr. Nábrádi Sándor szerint a képernyő előtt töltött órák a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát is fokozzák.
Ha valaki csak statikusan semmi más nem csinál, az telefonhoz hozzá se kell nyúlni, csak leül és előrehajol, és mondjuk úgy kell lenni egy óra hosszát, az már önmagában egy folyamatos izomzatnak a tónusát jelenti. Tehát tulajdonképpen egy görcsös állapot alakul ki, akár akarom, akár nem, amely semmiképpen nem jó. Na most, ha valakinek van mondjuk egy pici gerincferdülése, akkor ezt a gerincferdülést aztán nagyon szépen el tudja kezdeni rontani, és aztán még több probléma keletkezik az egészből, mert ez aztán kihat az egész szervezetre, mert egy állandóan statikusan ülő embernél ugye lassabbak a különböző vegetatív funkciók, a bélműködése, a levegő, a tüdő összenyomódik, a szív is nem úgy működik, tehát nem hiszem, hogy sokat kell magyaráznom a mozgásnak a jelentőségét, de ha már semmi más nem teszünk meg, mint hogy a délutáni órákban egy kicsit kimegyünk mozogni, akár csak egy órát is, az már úgy át tudja mozgatni az embert, hogy az mindenképpen pozitív hatású lenne, ha már a telefon elkerülhetetlen. A mozgás minden esetben jótékony hatással bír az emberi szervezetre. A szakember szerint érdemes olyan sportágakat választani, amelyek erősítik a hátizmokat és a gerincet. Az úszás torony maga sem viszi a választandó sportokat, de ugyanilyen nagyon jó a kerékpározás. Annak ellenére, hogy ott látszólag görnyet állapotban kerékpározunk, mégis az egyensúly megtartása miatt a belső hátizmok erősödnek, és ennek az a következménye, hogy a tartórendszer, tehát magát a csontot, a gerincet, a csigolyákat, azt egy erős izomzat fogja meg, és azáltal az már kevésbé fog esetleg görbülni. De azt szeretném mondani, hogy ha valaki szeret edzeni, vagy szeret bármilyen más sportot végezni, az mindenképpen jó. Tehát mindenképpen jó. Most kifejezetten a hátizomzatra nyilván vannak edzésprogramok, tehát aki edzőterembe jár, azt is össze lehet állítani egy olyan programot, hogy az ő háta erősödjön, de hogyha ezen túlmegyünk, és valaki más sportot szeret, teljesen mindegy, csak az a lényeg, hogy mozogjon, mozogjon, mozogjon. Az okos eszközök használata közben érdemes szüneteket tartani, testhelyzetet váltani és nyújtó gyakorlatokat végezni. A helytelen testtartás folyamatosan erőlteti a nyaki csigolyákat és a gerincet, így a rendszeres testmozgás az egészség megőrzése szempontjából kiemelten fontos, zárta a szakember. Nyáresti mozira várják az érdeklődőket pénteken este 8:30-kor a Jerevánon. A Meseautó című zenés magyar filmet vetítik a Szolgáltatóház átriumában. Az esemény Jereván lakótelep településrészi önkormányzata szervezésében valósul meg. A film egy könnyed, szórakoztató zenés magyar vígjáték Kabai Barna rendezésében, ami az 1934-es Meseautó című filmet dolgozza fel. A 2000-ben forgatott változatban a főszerepeket két Jászai Mari díjas színész, Stoll András és Ónódi Eszter játsza. A Meseautót az eredeti változat bemutatásának 66. évfordulóján mutatták be. 20. alkalommal rendezik meg vasárnap a Liszt Ferenc kerékpártúrát. A táv 25 km, a szintidő 3 óra, ami a család minden tagja számára teljesíthető. A túra célja a határmenti kerékpáros turizmus fellendítése, az egészséges életmódra és a család fontosságára való figyelem felhívása. Már hagyomány, hogy augusztus utolsó vasárnapján útjára indul a Liszt Ferenc kerékpártúra. A jelentkezők Harkáról indulnak, majd a két települést összekötő határon átérkeznek Sopronnyékre. Innen rövid pihenő után indulnak tovább Doborjánba Liszt Ferenc szülőházához. Alapvetően a túra az a hagyományokhoz híven fog zajlani. A műsorokban lesz talán egy picit ünnepélyesebb táncos zenés műsort próbáltunk összeállítani az eddigi kerékpáros bemutatók helyett, de alapvetően a hagyományokhoz híven tartjuk a túrát. A szervező felhívta a figyelmet, hogy a résztvevők a túrán is ügyeljenek egymás és társaik biztonságára, és a kerékpározási szabályokat tartsák be. Szeretném kérni a kerékpárosokat elsősorban arra, hogy kerékpáros sisakkal érkezzenek, hiszen 700 kerékpáros együtt kerékpározik, és ennek azért megvan a maga veszélye. Mindenkinek a saját érdeke, hogy kerékpáros sisakban érkezzen, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy amikor átlépünk a határon, ez Harka és Sopronnyék közötti határa értendő, ott betongyámok vannak felállítva a forgalom szűkítése miatt. Kérek mindenkit arra, hogy lassan tekerjen, figyeljünk egymásra, nehogy baleset történjen. A Liszt Ferenc kerékpártúra a kerékpárral hétatáron át programsorozat részeként az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával
és a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet közreműködésével valósul meg. Fokozódik a hőség, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk vendége Orbán Júlia, a Pedagógusok Soproni Művelődési Házának igazgatója lesz, aki Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerést vehetett át a nemzeti ünnep alkalmából. Majd az Egy Hetet című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken sok napsütés ígérkezik, délután megnövekedhetnek a gomoly felhők, és egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A déli szél felélénkülhet. Napközben 31 és 36 fok közé melegszik a levegő. Szombaton nagy részben napos, száraz idő valószínű. Délután az északi-északnyugati tájak felől növekedhet meg a felhőzet, és alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Vasárnap még kitart a forróság, a csúcshőmérséklet 32 és 38 fok közé emelkedik. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. A jelentősebb felfrissülést hozó hidegfront csak a jövő hét első napjaiban érkezhet.